Cinege József vállalkozó nagy álma vált valóra. Minőségi szállást és éttermet nyitott szülőfalujában. Március 3-án átadásra került Kókán a Hotel Cinege és étterem. Ma egy ékes napra ébredtünk, és méltán öltözhet ünneplőbe lelkünk. Egy olyan jeles eseményre gyűltünk ma össze, amely sokunk számára meghatározó. Úgy vélem, hogy mind Kóka, mind a Cinege család életében egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk. A település egy igényesen kialakított szálláshelyjel és vendéglátó egységgel gyarapszik a mai naptól, és bízunk benne, hogy az ide látogató vendégek messze földre viszik az itteni vendégszeretet hírét. A tulajdonos, Cinege József és családja pedig jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy mind a minőségi vendéglátás, mind pedig a község turisztikai térképen elmélyíthesse pozícióját. Amikor a gondolat megszületett, miszerint itt egy szálloda és étterem létesüljön az egykori általános iskola helyén, akkor még talán senki nem gondolta, hogy egy napon mind itt állhatunk, és ezen épület avatásán vehetünk részt. Kóka életében ez egy mérföldkő, és ha tovább gondoljuk, akkor ha mi kókai turizmust szeretnénk megvalósítani, akkor ez egy nagyon fontos határkő is lesz. Helyi értékeinket színvonalas formában tudjuk megmutatni, de szálláshelyet ez idáig nem tudtunk ajánlani. És addig nem lehet turizmusról beszélni egy településen, amíg nincs szálláshelye. Nem volt lehetőségünk teljes mértékben kinyitni a települést, ugyanis nem tudtunk helyben elszállásolni egyetlen egy vendéget sem. Mindannyian tudtuk, hogy szálláshelyre óriási szükség van Kókán. Cinege Józsi felvállalta ezt a nagy feladatot. Nem csak egy minden elképzelésünket felülmúló szállodát épített, hanem egy ugyanolyan minőségű éttermet is mellé. És tette ezt mindezt pályázati támogatás nélkül. Nem adta fel, ezért ünnepelhetünk most itt, a Hotel Cinege és étterem épületében. Köszönöm Kóka nevében neked, Marikának, családodnak, amit a falunkért tettél. Igazi kókai vagy, Józsi. Büszkék vagyunk rád. És arra, amit itt létrehoztál. Tudom, egy álmod vált most valóra, de nem csak a tiéd, a miénk is. Kívánom, hogy nagyon hosszú ideig tud álmodni és élvezni ezt az álmot családod, barátaid, szeretteid körében. Legyen nagyon sok örömöd benne. Köszönöm szépen. Tápió vidéken talán az egyik legexkluzívabb hotel került ma itt megnyitásra. Nagyon szépek a szobák, látszik, hogy odafigyeltek a minőségre. Jól látom én ezt? Igen, abszolút. Cinege család, ugye a tulajdonos család, én azt gondolom, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy egy modernkori, ugyanakkor harmonikus, igényesen kialakított komplexumot hozzon létre. Ez sikerült. Ezt bátran merem állítani, nagyon szépek a szobáink, itt messze körzetben úgy érzem, hogy azért ez ütőképes komplexum, és minőségben is igyekszünk mindent megtenni. Tapasztalt kollégákkal dolgozunk, mind a konyhán, mind minden részlegünkön, és tényleg próbálunk mindent megtenni magunk tudása szerint, és ehhez egy ilyen környezetben azt gondolom, hogy minden adott annak érdekében, hogy minél több vendégünk legyen, és elégedett vendégekre törekszünk. Hány szobával rendelkezik a hotel, és milyen szolgáltatást nyújt? 11 szoba található fönt az emeleten, és van egy akadálymentesített szobánk, ez itt a földszinten. Ebben a 12 szobában a vendégeink kizárólag reggelivel tudnak majd megszállni, és természetesen az éttermünk minden nap nyitva áll, tehát rendelkezésre áll majd itt a helyszínen is étkezési lehetőség. A szolgáltatásaink azért ilyen tekintetben elég szerteágazók. Úgy próbáltuk feltölteni a szobákat, illetve úgy próbáltuk kialakítani a szobákat,
szabályokat, hogy az átutazó vagy üzleti utazók számára minden olyan elem megtalálható legyen, amire alapesetben szükség van. Ilyen például a fürdőköntös, a vendégpapucs. Azt gondolom, hogy ezek mind ilyen komfort emelő elemek. Helyben tankolni is lehet. Itt persze az elektromos autók tulajdonosára gondolunk, de azt gondolom, hogy ebben is egyedülálló itt a Tápióvidéken ez a hotel. Valóban azt gondolom, hogy itt a környéken nem sok ilyen helyet találunk. A 21. században élünk, muszáj azokra a vendégeinkre is gondolni, akik nem csak hagyományos üzemanyaggal járnak az utakon, hanem az elektromos autóval közlekedők is most már elég nagy számban megtalálhatók, és ezáltal így itt a parkolónkban lehetőség lesz majd az elektromos autók töltésére is. Még a parkosításra váró hátsó területen már viszont a szaunák megtalálhatók. Igen, nagyon szeretnénk a kisgyerekeknek is kedveskedni. Van egy pici játszóterünk, illetve itt a házban is azért lehet igénybe venni kisgyermekek számára is egy-két apróságot. És természetesen a felnőttekre is gondoltunk, ugye az átutazó vagy itt vendégeskedő vendégeinkre pedig egy finn szauna vár és két dézsafürdő, parajd és sós vízű dézsafürdőnk. Azt gondolom, hogy minden nap is stressztől egy picit lelazíthatja a vendégeinket. A parkosítás valóban még előttünk van, így tavasszal erre is biztosan sort fogunk keríteni, és szeretnénk egy olyan kellemes kis parkot, kertet kialakítani, ahol a madácsi csergés közben akár egy finom kávét, vagy egy jó könyvet el lehet olvasni. Az étterem most már dolgozik, de mivel várják a betérőket, és ugye nem csak a hotel vendégeit, hiszen a Tápióvidékről és a bárhonnan betérőket minden nap várják. Természetesen mindenki előtt nagy szeretettel nyitva állunk, és bízunk benne, hogy minél többen ellátogatnak a tévénézők közül is hozzánk. Az éttermünk egy, úgy gondolom, hogy elég széles kínálattal indul. Megtalálhatók a magyaros ízek, illetve a mediterrán ízvilág, azonban gondoltunk egy picit talán a fiatalabb korosztályra is, számukra pizzával fogunk majd kedveskedni. Én úgy gondolom, hogy az ételeink abszolút jó kezekben vannak, mármint az elkészítést illetően, a szakács kollégák abszolút felkészültek és nagy tapasztalattal bírnak, és hát az étlapunk pedig az árait illetően is úgy került összeállításra, hogy reményeink szerint mindenki számára elfogadható és megfelelő árértékarányban van. Hány embernek tudnak széket kínálni? 80 fős étteremmel nyitunk, és jellemzően családi események, céges vacsorák, ebédek számára azt gondolom, hogy ez abszolút megfelelő méretű étterem. Miért szeretett volna egy ilyen gyönyörű szép hotelt nyitni? Hát mindig probléma volt egy jó helyre elmenni, és úgy gondoltam, hogy egyszer, ha megtehetem, akkor megvalósítom ezt a dolgot. Hát most úgy néz ki, hogy sikerült, de azért ehhez sok embernek hozzá kell járulni, hogy ez jó is működjön. Én nagyon bízom benne, hogy olyan társaságot, csapatot sikerült itt összehozni, akikkel hosszú távon jó fogok tudni együtt dolgozni, és azt a minőséget fogják biztosítani, amit én saját magamtól is elvárnák, meg nyilván a kollégáimtól is el fogom várni. Miért pont Kókát választotta? Hát Kókát azért választottam, mert ez az én szülőfalum. Egyszer, ugye itt a háttérben azért tudni kell, hogy meghúzódik egy ipari bázis is, a Styron Kft. A hosszú évek során, az elmúlt 40 év során ugye itt sikerült kialakítani egy olyan biztos bázist, hogy jól tudunk termelni, van területünk, tudunk fejleszteni, terjeszkedni, és hát ha már ez a bázis itt van, akkor úgy gondoltam, hogy ez az étterem is itt legyen közel hozzánk. Megérdemli ez a falu azt, hogy egy kicsit erősödjön, én úgy gondolom, és hát szerintem a vállalkozók tudják ezt erősíteni igazából.